Eljöttem tehát erre a varázslatos helyre, hogy elveszítsem az eszem, és megváljam a lelkem. Szerintem nagyon szép, és tetszik igazából. Ennyi. Én azt mondom, hogy éljünk erényesen, de ne feledjétek, az életöröm nem tabu, hanem ráadás. És közel az idő, mikor mindent elfeledsz, közel az idő, mikor téged mindenki elfeled. Ezért azt mondom, hogy ne fecséreljük az időt szavakra, mert a legjobb és a legszebb dolgok az úgysem érnek fel a szavak. Nem mindenki jött oda a színpad környékére és a Holdudvarába, de nagyon messzire is elláttunk a színpadról, tényleg, és hogy látom, hogy mozognak az ajkak, énekelnek, és velünk együtt énekelnek, és tudják a szöveget, és ez egy előadónak, aki nem csak úgy előadó, hogy eljátsza a dalokat, hanem írja is, annak ez nagyon megtisztelő, és nagyon, nagyon mélyen meghalt, és nagyon, nagyon boldog érzés, hogy átlépe ezt a láthatatlan határvonalat, ami számunkra sem létezik igazándiból itt Vajdasággal kapcsolatban, akkor ez nagyon-nagyon szívet melengető dolog, hogy tényleg azért itthon-otthon vagyunk, vagy otthon-itthon.